Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. A mai műsorban is folytatódik az a sorozat, amit itt már a fehérvári beszélgetésekben megszokhattak, hogy igyekszünk érdekes embereket, emberi sorsokat közelebb hozni önökhöz. Stúdiumban köszönhetem sok szeretettel Halmai Tivadar festőművész urat. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Hogyan kezdett el festészettel foglalkozni, hiszen akik az ön munkáját ismerik, azok azért tudják, hogy egy ilyen nagyon-nagyon szép hagyományokhoz, tradíciókhoz visszanyúló, nagyon aprólékos festészeti stílusban dolgozik és tevékenykedik ön. Témájában is a tradicionális tematikához vonzódik, meg talán mondhatom azt, hogy stílusában, eszközvilágában is a régi, nagy klasszikus festőket követi. Igen, ez így van. Talán egy pár szóval az előzményekről. Tehát ugye én benszülött fehérváriként élem az életemet Székesfehérváron, itt végeztem az iskoláim egy részét, és más egy téren végeztem az általános iskolát, ahol kisdiák koromban először az úgynevezett vízfestékkel, az akvarellel próbálkoztam, ami aztán hát valószínű tetszett a családba, mert először ugye nem ment olyan nagyon ki ez a dolog, és ennek eredményeképpen én olyan 10 éves koromat, amikor betöltöttem, azon az éven karácsonyra az édesapámtól kaptam ajándékba egy olajfestékkészletet, hát amennyire ezt annak lehet nevezni, egy 8-10 tubusos festék a különféle színeivel, és pár ecset, és emlékszem még, hogy az első vászon, amire festettem, az apám által készített kis keretre ilyen lepedő vászon lett kifeszítve. Hát azzal is indult, amit én szívem szerint művelek, a vászon és az olaj. Olyan 11 éves koromra festettem egy képet, aminek a témája az volt, hogy egy cigány legény a hegedűvel ül a farönkön, és a cigánylány bele hajlik az ölébe, és az öreg cigány meg a cigányasszony ott a tűz mellett hallgatják. Ez valahogy ez a kép elkerült az M. Tóth István festőművészhez, aki amikor ezt meglátta, akkor azt mondta, hogy ne ezt a gyereket hozzátok ide hozzám, mert ebben valami mocorog. Hát én így kerültem akkor 11 évesen, egy ilyen másfél-két éves időtartamba M. Tóth István festőművészhez, ilyen kis tanoncnak. Azt szoktam mindig mondani, hogy festőinasnak, hiszen ugye a képzőművészeti főiskola, illetve hát az egyetem, az azon korok, amiknek a stílusát és a kifejezés módját én kedvelem, azokban az időkben még ez nem igazán létezett, akkoriban ugye a mestertől tanultak a tanítványok. Tehát valahogy így szedtem fel én is a festészet alapjait, így ismertem meg a tér, a távolságok, a Pista bácsi mindig, hogy levegős legyen a kép, ugye akkor az összetartások, a párhuzamosok, tehát és a festékek vegytanát, tehát mit, mivel, hogyan keverünk, hogyan alapozunk. Tehát tulajdonképpen én nekem egy az olajfestészettel kapcsolatban szinte minden olyan, ami technikai dolog, és hát a művészetbe kicsit belevezetett, tehát így indult az időszak. Milyen volt az ő tanítványának lenni, hiszen M. Tóth Istvánról én volt szerencsém a műhelyében még annak idején forgatni, egy ilyen nagyon-nagyon jó stílusa volt, meg egy ilyen nagyon kedélyes, ugyanakkor szigorú, következetes emberként Igen. ismertem én őt meg, meg a tanítványaitól is ezt hallottam. Én egy igazi embernek tartottam, nekem még ugye Pista bácsi, mert a kisdiáknak egy rendkívül céltudatos és emberbarát ember volt, akinek igazi mély érzései voltak, ez aki a környezetében volt, az ezt tapasztalhatta. Még felesége Mária néni, ugye az első felesége élt akkor abban az időben, és ő is egy olyan kedves hölgy volt, tehát így maradtak meg ők, én nekem a
az emlékezetemben, illetve a sors összehozott ő vele, mert mit ad Isten, amikor én összeházasodtam a nejemmel, és kiköltöztünk a Maroshegyre, a Csiki utcába, hát ki lett a szomszédunk, mint a Tóth papa, ugye mi úgy hívtuk, a Pista bácsinak az öccse, Tóth János. És hát ennek a révén aztán sokat találkoztunk újfent a Pista bácsival, mert hétvégeken mindig kijárt a Erzsikén, mit főztél Bözsi nénihez. Meg a hozzánk is bebelátogatott, tehát a kapcsolatunk újfent ilyen közvetlen és elég sűrűn találkoztunk vele. Hogyan folytatódott a pályája a tanítványság időszaka után? Igen, hát ugye sajnos nem úgy alakult a dolog, ahogyan ezt én akkor szerettem volna. Ugyanis én a képzőművészeti pályára szerettem volna menni, de hát ugye az akkori anyagi körülmények, szóval elég rossz körülmények között éltünk. Szegény anyám már akkor elég súlyos ízületi beteg volt, apám egyedüli kereső volt, és egyszer hát így a gazdasági helyzet is bizonyos fokig gátat szabott neki, meg a születésemnél fogva is, ugye én nem az akkori társadalomnak a gyermekeként születtem, így aztán sajnos ez a pálya hivatásos része az elugrott. És ugye szoktam mondani mindig, hogy ha már nem festőművészet, hát akkor műszaki pálya, és hát így kerültem én a Volánhoz, karosszérialkotós autószerelőnek szakmát tanultam. Amikor a vizsgákat letettem, a szakmunkás vizsgát, akkor utána, ugye, hogy tanuljak tovább, akkor első tagozaton végeztem a gépész technikumot, majd később, már akkor a gázszolgáltatónál dolgoztam, Budapesten a bánkinak a hegesztő technológiai szakán végeztem. És a festészet, mint olyannal nem szakítottam tulajdonképpen, csak nagyon megritkultak azok a pillanatok, alkalmak, amikor én vászon és ecset közelbe kerültem, de azért úgy időnként festegettem. Tehát mutatom, hogy évente egy-két képet megfestettem, amit aztán jó kedvelel ajándékoztam családba, baráti körökbe. Az igazi fordulatot az hozta, amikor 2000-es évek elején. Igen. Egy karácsonyi ajándékként kaptam egy Kovács Árpád festményt, egy városrészletet. És a kislánya mondja, hogy hát apa, mivel olyan üres nektek a lakás, mert nem nagyon vannak festmények, hát úgy gondoltuk, hogy ezt neked ajándékozzuk. Nagyon meg is örültem ennek a képnek, mert a Kovács Árpádnak a művészete az a szívemből szól, tehát ő is hasonlóképpen, ahogy látom, ő a realizmust képviseli leginkább, és úgy mondja a kislányom, hogy látod, hát mennyi képet lehetne ide tenni, hát mondtam neki, hogy nézd, egy Kovács Árpád az elfér a falon, de ha már én a lakásomat berendezném, akkor én szívem szerint inkább valami nevesebb magyar festőkkel, mondjuk Székely Bertalannal, vagy Benczúr Gyulával, vagy Lócz Károllyal, tehát olyannal, aki a számomra ugye elérhetetlen volt, vagy pedig lenne, amit én magam festek. És hát akkor úgy mosolyogtak, mert ugye azok, amiket én addig festem, az én kisebb képek voltak, és ők nem gondolták, a családom sem, hogy hát talán ennél tudok mást is. De akkor elindult valami. Akkor elindult, és azon az éven kezdtem el festeni azt, amit a gyerekkoromban megfogalmazódott bennem, hogy egyszer valamikor én ezt a várost, annak a történelmi részleteit feldolgozom. És akkor kezdtem el városrészleteket festeni. Aztán hát ugye evés közben jött meg az étvágy, ugye szaporodtak a városképek, és régi vágyam volt, hogy ne csak az építészet, hanem valamilyen történelmi eseményt is fel kellene dolgozni, és ez bennem volt egyszer a Szent István koronázása, mert Szent István koronázásáról ugyan láttam egy pár képet, de azok viszonylag egy párfigurás festmények, és én nekem ugye más elképzelésem volt, egy
koronázási ünnepségen ugye vannak többen résztvevők, tehát egy olyan csoportos valami. És így álltam neki a Szent István megkoronázása című festményemnek, majd jött a Szent László év. És akkor pedig jött egy ilyen ötlet, nem is tudom, valaki mondta, hogy miért nem fested meg a Szent Lászlót. Amúgy jó az ötlet, és mégis mire gondoltál? Szóval, hát például a harca a kunokkal. Na ebből lett aztán a Szent László harca a kunokkal című második ilyen történelmi képem, ami a számomra ez ideig legjelentősebb alkotás, ha mondhatom szerényen. Az utána következett, ugyanis 2013-ban a dr. Turi Tibor kardiológus barátom révén ismerkedtem meg Siklósi Gyula régész professzorral. Itt a székesfehérvári Zsolt utcai templomnak a közösségi házában volt épp egy kiállításom, amit akkor is, mint ami ez most a múlt héten, a Szakál Antal festőművész nyitott meg, és hát a Gyula eljött oda, és ugye megnézte a képeimet, és nagyon tetszettek neki a képeim. És egymásra találtak. Igen, tehát így kialakult köztünk egy nagyon baráti, igazi jó kapcsolat. Én akkor mondtam a Gyulának, hogy tervem van, régi vágyam, hogy megfessem a székesfehérvári koronázó templomot, mert amerre jártam, mindenhol hallottam, hogy volt Fehérváron egy koronázó templom, de erről senki nem tud semmit. Monumentális katedrális pedig, hiszen a korában ugye a leghatalmasabb volt. Így igaz. És ez mint téma rendkívül izgatott, és ezt elmondtam a Gyulának, hogy hát az a gondom, hogy nem tudom, hogy hol kezdjek hozzá. Azt mondta, hogy tudod mit, én segítek neked. Eljössz hozzám pár alkalommal, és én, amiből el tudsz indulni, azok az alapok. Ugye a régészet feltárja a valamikori építmények alapjait, amik megmaradtak, abból az alapokkal és a stílussal el lehet indulni. És azt mondja, még egy kis pluszt adok hozzá neked, hogy addig ne kezdj el dolgozni rajta, még fel nem töltelek az akkori történelmi kor atmoszférájával, mert és ebben ő nagyon otthon volt és érezte, és valóban így van, hogy az embernek ez a tudat, ez a kapcsolat, ez egy olyan belső energiát ad, ami az ember miközben dolgozik, nem is veszi észre, hogy olyan megoldásokat talál, amire korábban nem gondolt. Tehát ezért is mondom én azóta is, hogy ez a festmény, ez kettőnknek az alkotása, ez a Siklósi Gyula szakmai és lelki társam ebben a képben, ami most utoljára megjelent. Az emlék előtt is tisztelgés ez a kép talán. Igen, igen, sőt, hát ez kifejezetten. Sajnos nem láthatta készen, mert már ugye ez év február 16-án hunyt el a Gyula, és valamikor múlt év szeptember végén akkor látta, de nem helyszínen, tehát nem a életben, hanem amit én mindig leszoktam fényképezni, és mutattam neki, hogy most hol tartok. Talán olyan kétharmadig lehetett kész a kép, amikor ott nálam a Csiki utcába látta a képet maga valóságában, és nagyon tetszett, mondta, hogy csináld így tovább, és én úgy magamban úgy elhatároztam, hogy na most viszem a Gyulát, most viszem a Gyulát, de még egy kicsit. És valahogy ezen február tájékán, mondom, el kellene vinni a Gyulát, de mivel olyan közel voltam a végcélhoz, mondom, még dolgozok rajta, és most már akkor, amikor kész lesz, akkor hozom. És mit ad Isten, úgy akkor ért a megdöbbentő hír, hogy február 16-án, hogy meghalt a Gyula. Rá pár hétre a kép elkészült. Úgy, szerintem hogy, fentről segített, hát és igen, nézte. Biztos, hogy óriási segítség volt. Ebből egy kis ízelítőt már láthattok, ugye itt a Fehérvár televízióban, meg itt a beszélgetés alatt is mutattuk ezeket a képeket. Mennyi ideig készítette, hiszen
azért az látható, hogy ez egy monumentális alkotás. Pontosan mekkora paraméterei is vannak a képnek? Hát a bruttó, ugye Rámával együtt, az 2 méter x 1 méter 60-as a kép, és ez tulajdonképpen ennek a festési ideje, ez 2 év volt. De hát ebben a 2 évben ugye benne van a kor tanulmányozása, a Gyuvalával folytatott eszmecserék, megbeszélések. Vázlatokat is készít ilyen? De összeáll a vázlat, és ugye az alapok és a gótika, mint stílus, meg hát ugye a reneszánsz, az kialakít egyfajta képzeletet, amit ugye az ember a vászonra igyekszik rávinni. Na most az érdekesség az, ahogy nől a kép, ahogy emelkednek a falak, mind amíg ugye a kömbözés is úgy építi, az embernek úgy menet közben jönnek ötletek, akkor beugranak olyan dolgok, hogy ez hogy nézhetett ki, hogyan. Tehát olyan is előfordult, hogy le kellett gletternem egy részt, mert úgy döntöttem, hogy az nem az lesz, és azt átfestem, és így szépen részenként épült fel a kép. Tehát ez egy olyan jó 2 éves munka volt, és valóban rendkívül aprólékos munka, hiszen egy koronázó templom belsejét nem lehet csak ilyen módon megfesteni. Mert hát ilyen elmosódott technikával ugye nem sok mindent mond az embernek. Tehát ezt ki kellett részletesen dolgoznom. És akkor a klasszikus olajfestészeti technológiával dolgozik ön a Igen, olajjal és vászonra dolgozom. Hát néha faros klapra, de azt nem igazán szoktam alkalmazni. Azon inkább ilyen csoportkép, vagy akta, vagy szóval ilyesmit, ahol a finom arcokat kell kimunkálni, ott jó a sima alap, ugye, mert a vászonnak a redőzetei azok nem mindig. Hát adnak egy textúrát. Igen. Tehát, és így inkább a vászon az, ami a tulajdonképpen az alap, amire festek. Most készült ugye egy nagy munkája, de hát ilyenkor gondolom már mindig vannak tervek. Igen. Van, hát szeretném még Isten segítségével megfesteni a Székesfehérvári vár a varkocs kirohanásával ezt a jelenetet, hasonló, ennél egy kicsit talán nagyobb méretbe. Mert amerre járok ugye Egerbe, vagy a történelmi városainkban, mindenhol vannak olyan festmények, amik ugye hát nem ilyen kezdőcske festőktől, mint én, de komoly festőktől bemutatásra kerülnek, ugye hát ezek megfestésre kerültek, és Székesfehérvárról igazándiból nem tudok, akik ilyen monumentális, tehát ilyen nagyobb képeket festenek, különösen nem ilyen történelmi jelleggel. Na most hát ez a másik olyan vágyam, hogy a királyi várat, ahogyan látni lehet a budai kapu irányából, ahol a varkocs kirohant, abból a szögből tervezem megfesteni. Hát a vászon az már megvan, úgyhogy nagyjából a szituáció is, és a Volt György Oszkár téli iskola, most azt hiszem, hogy Vasvári iskola. Igen, annak az alak sorában megvan a székesfehérvári vár makettje. És ezt volt szerencsém egy másfél hete, két hete megnézni, ami aztán ott kiderült, mert egy úr említette, hogy ezt majd ott megnézhetem, és ezt is, ez is tulajdonképpen Gyulának a tartozik ez műve, is, igen. Mert az iskola igazgatója, aki történelem tanár egyben, ő nagyon-nagyon aprólékosan és rendkívül átfogóan ismeri ezt a történelemnek, különösen ezt a szakaszát, és igazi magyar emberként adta ezt ott nekünk elő, egy barátommal voltunk ott, valamikori Táncsis iskola igazgatójával, Reát Misivel, és ahogy ezt ott elmesélte, szóval lenyűgöző volt, és ez is, ugye ezek mind az embernek olyan pluszok.
Hát ilyen impulzusok, amit aztán utána gondolom, hogy az ihletet tovább erősítik. És akkor ugye, ami a lényege, ugye, hogy én nekem nem egy valami várat kell festenem. Tehát nem az van, hogy most festek valamit, hanem azt a várat festem meg, mert az valamilyen tudományos szinten készült el. Tehát az utcák... Hát a Siklósi Gyula bácsi szintjén, ami azért azt hiszem, hogy valami. Igen, hát ugye ennek a városnak a legnagyobb tudósa volt, és talán azt hiszem, hogy az elkövetkezendő időkben nem is biztos, hogy lesz még egy ilyen kvalitású, aki ennyire ismeri a történelmünket. Tehát ugye ezek a hozzáadások, pluszok, amiket ő ebben a munkában tett, hát azok ugye a rendelkezésemre állnak, és ennek ismeretében próbálkozom majd ennek a képnek nekiállni. Hát szándékom van, hogy most már az ünnepek utánra hagyom, mert ilyen kisebb képekkel el vagyok maradva, amiket most már be kell, hogy fejezzek, mert ugye, és ezek városrészletek, tehát tulajdonképpen a Székesfehérvár város belvárosát, azt szeretném úgy kiegészíteni, hogy azok, amik úgy ítélek meg, hogy fontos pontok, tehát a város bemutatásának olyan elemei, amik vászonra kívánkoznak, azt mindet szeretném készre megfesteni, hiszen én nem is adom el a képeimet, inkább elajándékozok, mert egyszer az a elképzelésem majd, hogy egy nagy kiállításon tudjam bemutatni. Ugye az eladott képeket meg már nem lehet kiállítani, vagy hát nagyon nehéz visszakérni a kiállítás idejére. Akkor mondhatjuk azt, hogy hát 2009 óta igencsak termékeny időszakába lépett a család. Igen. Hogy fogadta ezt? Hát jó, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon segítőkész, és néha műértő szemmel nézték, és figyelik a munkámat. És hát szóval hál' Istennek nincsen semmi olyan akadály, ami ebből kifolyólag nehezíteni ezt a munkát. Tehát tetszik a családnak is ez a dolog. Hát a szabadidőm nagy részét erre szentelem. És akkor ez most már több, mint évente egy vagy két alkotás? Hát több. Jóval több. Több. Hát olyan, ugye úgy lehet számolni, hogy ilyen kisebb képek, mondjuk a méretét tekintve ilyen 50x70-es képek, azok egy olyan két hét, három hét alatt készülnek el, de aztán van egy 80x90-es, egy méteres méretű képek, az egy másfél hónap, egy hónap. Tehát függ a témától, hogy mennyire komplikált, mennyire építészetileg, mennyire dús, amit ugye ábrázol az ember. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. És én azt gondolom, hogy a nézőknek megígérhetjük, hogy fogunk mi még itt ebben a stúdióban beszélgetni és beszámolni az újabb nagy tervekről, vagy monumentális alkotásokról. Igen, hát remélem és nagyon megköszönöm, hogy a lehetőséget, ha megkapom rá. Köszönöm szépen, hogy itt volt még köszönöm egyszer. Szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is várjuk Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!